Rendhagyó, izgalmas történelem órára került sor március 2-án az Evangélikus Szabad Egyetem keretein belül. Dr. Ritók Zsigmond akadémikus, klasszika filológus tartott előadást Mi történt az Ó és Új Szövetség keletkezése között címmel. Ez az időszak tulajdonképpen nekem nem kutatási területem, egyszerűen érdekel. És ennek következtében egy kicsit össze-vissza olvasgattam hozzá, aztán, minthogy előadásban nem össze-vissza kell beszélni, megpróbáltam rendszerezni, hogy mi lesz belőle, ezt majd az előadáson kiderül. A legzajosabb évek voltak ezek az időszakok. Azért izgalmas ez a korszak, mert tele van háborúval, gyilkosságokkal, lázadásokkal, ha lehetséges, nagyon kevés korszak az, amelyik a maga arányaiban ehhez csak hasonló, és közben kialakul az a világ, amelyet mi az Új Szövetségből ismerünk. Egy kicsit a helyzet az, hogy egy képpel tudom ezt érzékeltetni, az Új Szövetség és az Új Szövetség között a Bibliában egy fehér lap van. Ez a fehér lap az, amiről én most beszélni fogok, mert attól félek, hogy a legtöbb templomjáró és bibliaolvasó számára ez az időszak, az Ószövetség legkésőbbi iratai, tehát mondjuk a harmadik század vége és a Jézus megjelenése között, a Jézus születése között, ez az időszak olyan, mint egy fehér lap, elég ismeretlen. Ezt próbálom most egy kicsit ismertebbé tenni. A hallgatóság megtudhatta, mi történt az Ószövetség legkésőbbi szövegei és a Jézus születése utáni időszakban, így jutva az Új Szövetség értelmezéséhez nélkülözhetetlen, árnyaltabb tudáshoz. Dr. Ritók Zsigmond hangsúlyozta, ez nem egy kedves, békés, hanem meglehetősen vészterhes, vérzivataros korszak volt, jelentős társadalmi változásokkal, melyekre a gazdasági és pénzügyi érdekek erőteljesen hatással voltak. Szó esett a farizeusok eredetéről, a zsinagógák intézményének kialakulásáról, valamint a messiás várás miértjeiről is. Az Ószövetség és az Új Szövetség között a Bibliában van egy fehér lap. És azt hiszem, hogy a mi tudásunkban is van egy fehér lap. Mert ez az a korszak, amelyet a bibliaolvasó keresztény emberek is viszonylag a leginkább ismeretlen korszaknak tartják. Mi történt ebben a korban? Mi történt a Biblia az Ószövetség legrégebb, legkésőbbi szövegei, nagyjából mondjuk a harmadik század vége, és az időszámításunk kezdete Jézus születése utáni időszakban. Pedig ahhoz, hogy ezt az időszakot, az Új Szövetségi kort megértsük, ez szükséges, vagy legalábbis nem árt, hogyha bizonyos dolgokat ismerünk, egy kicsit árnyaltabban talán, mint ahogy ezt a Új Szövetség olvasásából ismerhetjük. Hát először is milyen volt az a helyzet, az a világhelyzet, amelyben a zsidó nép élt a negyedik századtól, mondjuk a Krisztus előtti negyedik századtól. A görög világban ez már egy válság időszak volt. Ugye két nagy hatalom, két fontos városállam, Atén és Spárta vívta ekkor az 5. század végén a maga világháborúját, mert hiszen a többi görög város is ebbe benne volt. Aztán az egyik győzött, akkor Spárta győzött, de aztán tovább folyt ez a harc a városállamok között, hol az egyik, hol a másik kerekedett felül, és nem sikerült megoldani ezt a gazdasági, társadalmi, gondolkodásbeli okokból egyre élesebben megjelenő válságot. Végül Makedónia, az volt a görög világnak az északi részén, és a görögök egy kicsit félbarbárnak tartották a makedónokat. Ez az állam emelkedett fel, egy zseniális és gátlástalan uralkodó tevékenysége következtében, második Filipposz volt ez. Az ő fia Nagy Sándor azután megoldotta a problémát, tudnélék meghódította az egész perzsa birodalmat egy évtized alatt a Dunától az Indusig terjedőleg, képzeljük magunk elé ezt a térképet, egy birodalmat hozott létre. A következő évben azután meg is halt.
és akkor utána, mint az ilyen hirtelen összeállott birodalmakkal történni szokott, szétesett. Az alvezérek, az örökösök, görög szóval a diadokhoszok, ezek marakodtak, hogy hogyan lehet tovább haladni, ki lesz a Nagy Sándor örökségének a birtokosa. Végül is azután nagyjából három hatalmi terület alakult ki. Egyiptom, a Ptolemaiosz, egy Ptolemaiosz nevű Nagy Sándor tábornoka vezetésével és az ő családja irányításával. Azután, hosszú harc után, persze ez nem ment egészen simán, a mai Szíria és egészen Indiáig terjedőleg egy Szeleukosz nevű advezér, az ő utódai, a Szeleukidák, és Makedónia és Görögország, Antigonosz és az ő utódai, az Antigonidák kerültek hatalomra. De ez, amit én most itt néhány mondatban összefoglaltam, ez évtizedeken át tartó véres harcokon ment végbe. Végül is 301-ben az Ipszoszi csatában alakult ki többé-kevésbé ez a rend, de soha békesség igazán nem volt, mert mindig igyekeztek egymás területét elhódítani. És ebben a helyzetben a zsidó népnek a története, hát az a helyzet volt, hogy két nagy hatalom között, egyfelől ugye Szíria, a térképre gondoljunk, Szíria, másfelől Egyiptom között erre mentek a karavánutak, tehát ez egy nem csak egyszerűen közbelső terület volt, hanem egy olyan terület, amely gazdasági és katonai szempontból igen fontos volt, kibirtokolja ezt. Egy ideig Egyiptom és a Ptolemaioszok birtokában volt ez a terület, és a zsidó állam is, azután később a Szeleukidák kerültek ide, de egy kicsit előre szaladtam, most visszalépek. A zsidóság tudnélik a Perzsa birodalomban, emlékszünk rá, hogy Kürosz kiadja a maga rendeletét, hogy a babiloni fogságban levő zsidóság hazamehet, és gyakorolhatja maga vallását. A Perzsa birodalom elég türelmes volt vallási szempontból, és hát ott élt a zsidóság a maga papjai, illetőleg a perzsa kormányzók alatt, hiszen hát egy be volt osztva a Perzsa birodalom kormányzóságokra. Ott éltek ők is, és megvolt a főpap, aki vezette őket, hát ezt még ismerjük, a Nehémiás, Esdrás, a hazatérés, és azután megépül a második templom, Aggeus prófétára gondoljunk itt, Zakariás tartozik még ebbe az időszakba. A kronológia nem mindig könnyen összeegyeztethető, de ez most minket ne érdekeljen. A lényeg az, hogy a zsidóság itt elhelyezkedik ebben a új világban, és egy darabig a Ptolemaioszok alatt viszonylag békességben is él. Ezt nagyon hangsúlyozom, hogy viszonylag békességben él, mert igaz ugyan, hogy a Ptolemaioszok is elég türelmesek voltak, sőt, ekkor készül el az Ószövetségnek a görög fordítása, az úgynevezett 70-es fordítás, vagy latin szóval a Septuaginta fordítás, de az adózás az nagyon kemény volt. 50% körüli volt az adó kulcs. Úgyhogy ez az ókorban a legmagasabbnak számított. De hát viszonylag békességben éltek egy évszázadon keresztül. Akkor azonban megindult a harc, hogy most Szíria próbálta ezt a területet mégis megszerezni, és ettől kezdve folyton folyvást küzdelem volt, kisebb és nagyobb mértékben, és nagyon véres küzdelmek folytak. Ennek a részleteiben nem akarok most belemenni, egyetlen mozzanatot emelek csak ki belőle, egy Antiokhosz, a negyedik Antiokhosz, a Szeleukida uralkodó családban, a negyedik Antiokhosz, aki egy görög műveltségű ember volt, és valóban nagyon művelt, görög műveltségű ember volt, de valami sajátos módon keveredett benne az őrültség és a műveltség. Az volt a mellékneve, hogy Epifanész, a megjelenő, majd erről mindjárt beszélek,
de az egyik történetíró azt jegyezte meg, hogy inkább epimanésznak kellene nevezni, vagyis őrültnek. Magyarul nem lehet ezt a szójátékot visszaadni. Na most ő úgy gondolta, hogy az ő birodalma az egy görög birodalom, és aki ennek nem, akinek ez nem tetszik, annak fel is út, le is út. Hát szóval a zsidóság itt került ellentétbe, mert egyébként ők azért igyekeztek megoldani a kérdéseket, itt került ellentétbe ezzel a birodalommal és önmagával. Tudnék, az a helyzet volt, hogy a zsidó arisztokráciának, a papi arisztokrácián belül is két csoport volt, mint a kis államokban általában, amikor két nagy hatalom közé szorulnak. Volt, aki az egyikhez húzott, volt, aki a másikhoz húzott. Ennek megint gazdasági érdekei voltak. Itt már a görög kereskedelem és tőke behatol ide, úgyhogy a zsidó főpapság is igyekszik ebből a maga hasznát kideríteni, kinyerni, és ennek következtében ezek a gazdasági és pénzügyi érdekek meghatározóak voltak, ki melyik birodalomnak a gazdasági érdek körébe tartozott, vagy akart tartozni. De hát ez még csak hagyján, hanem mondom, ez az negyedik Antiokhosz azután hát előszakkal elrendelte a görögösítést. És ennek nem csak elméleti okai voltak, hogy ő egy görög műveltségű ember volt, hanem közben ő vereséget szenvedett a római birodalomtól, mert közben az is megjelenik már itt a színen, és adót kellett, hát kárpótlást kellett fizetni, óriási összegű kárpótlást kellett a rómaiaknak fizetni. Hát ezt valonnan elő kellett teremteni. És hát honnan lehetett a legegyszerűbben előteremteni? A templomoknak a kincstárából, nem csak a zsidó templom kincstárából, nem csak a jeruzsálemi templom kincstárából, nem ott kezdődött ez az eljárás, egy másik templomnál, de hát a templomok kincstárából. IV. Antiokhosz kétszer fosztotta ki a jeruzsálemi templomot, és minthogy az ellenállás nagy volt, és ő valahogy nem értette meg azt, hogy hát ahhoz, hogy valami normális békesség legyen, két oldalról kell, egy kiegyezéshez mindig két fél kell. Ő a jeruzsálemi templomban Zeus szobrot állított fel, disznót áldoztatott, és mindenféle módon, hát azt kell mondanom, hogy direkt bosszantotta a zsidókat a maguk vallási hitében. Hát nem kell ezt külön magyarázni, hogy ez mit jelentett, hogy egy pogány isten szobrot állítanak fel a jeruzsálemi templomban. De hát a zugolódás persze volt, de az anyagilag érdekelt része a főpapságnak ezt igyekezett lecsillapítani. Nem sikerült végül is azután, most részletekbe megint nem megyek bele, mert az idő fut. Egy vidéki papi család, tehát nem a cádókita főpapok családjából való, egy vidéki papi családnak egyik tagja, a Makkabeusok nevén ismerjük ezeket, később ezeket inkább Haszmoneusoknak nevezik, egy számunkra eléggé megfoghatatlan Haszmón nevű ősről vagy uralkodóról. Mindegy, mostan csak a neveknél, a Makkabeusnak nevet használom, mert ez az, amit jobban ismer mindenki. Tehát ez a Makkabeus, egy Matátiás nevű pap, és az ő fiai voltak azok, akik az ellenállást megszervezték. Különösen a Júdás Makkabeus, tehát a Matátiásnak Júdás nevű fia, aki hát először természetesen ilyen partizán akciókkal, mert hát nem volt komoly hadsereggel állott szembe, először meg kellett szervezni, ő azonban megszervezte ezt az ellenállást, tehát először, mondom, ilyen gerilla harcokban, partizán módon, azután, mikor győzelmeket aratott a Szeleukida hadsereg felett, akkor most már anyagiakhoz is hozzájutott, fegyverekhez is hozzájutott, úgyhogy egyre másra erőd győzte le az ellenfélnek a seregeit. Itt hadd említsek meg közben valamit, ami számunkra egy kis bizarr apróságnak tűnik, de majd én erre még vissza szeretnék térni. Szombaton nem szabad fegyvert fogni, mert a fegyverfogás is munka. Ennek a harcnak az elején voltak olyan esetek, hogy hithű zsidók
jajszó nélkül hagyták magukat lemészároltatni, mert szombaton nem lehet fegyvert fogni. Nem védték magukat. Most ez egy, itt csak egy zárójelben mondom, majd visszatérek rá még később. Tehát mondom, a makkabeus felkelés végül is győzelmeskedik, változó harccal, végül is aztán hát makkabeus Júdás is elesik. A birodalom mégiscsak belekerül, de azért sikerül, és ki kell alakítani valamilyen együttélést, és ami a zsidóság számára különösen fontos, a régi főpapi család helyett ez a vidéki papi család veszi át a kezébe a hatalmat. Ebből már egy örök feszültség adódik, a cádók itt a főpapok, hiszen főpap tulajdonképpen csak a cádók utódaiból lehet valaki, és a tényleges hatalom, akik biztosítják azt, hogy hát valamilyen többé-kevésbé meglevő önállóságot, önálló államot, zsidó államot hoznak létre, a haszmoneusok, akik átveszik a főpapságot is, és ebből ez adódik a botrány, sőt nem sokára a királyi címet is felveszik. Egy szóval tehát itt kialakul egy jó függő helyzetben levő, vagy valamelyes függő helyzetben levő, de mégiscsak önálló zsidó állam egy főpapi vezetéssel, ismétlem nem a hagyományos főpapi családból, főpapi vezetéssel, aki egyúttal király is. Hát itt, hogyha ebbe belemennék egy kicsit jobban, akkor borzasztó dolgokról kellene itt mesélni. Ádáz pártharcok a hatalom birtokosai között, gyilkosságok, számüzetések, a főpapot is meggyilkolják, a főpap a nép közben lázong, mert hiszen hát ő hordozza az anyagi terheket, és mindent őtőle zsarolnak ki. A főpapot a szertartás közben citrommal megdobálják. Egy szóval, ez még mondjuk csak derűs dolog, de amikor meggyilkolják a főpapot, az már kevésbé. Egy szóval tehát tényleg borzasztó állapotok jönnek létre, és ezek a főpapok, akik egymással is szemben állnak, neveket itt most nem mondok, előfordul olyan eset, hogy valakit elűznek, aztán visszaszerzi a hatalmat, és akkor a palotája előtt 600 embert feszített keresztre, közöttük asszonyokat és gyermekeket is. Na, szóval csak azért mondom, hogy ez a korszak, ez nem egy kedves, rokonszenves korszak. Hát ez előzi meg az új szövetség korát. Az ókori kelet népeinél meglevő olyan elképzelés volt, most egy kicsit hát ilyen leegyszerűsítve mondom, hogy akkor, amikor a világ mindig rosszabb lesz, és amikor már olyan rossz lesz, hogy rosszabb már nem lehet, akkor eljön egy különleges személyiség, aki helyreállítja az egyszer elvesztett aranykort. Tehát visszatérünk a kezdetekhez. Ez volt az, ami különféle formában az ókori kelet számos népénél élt. És ez az elképzelés megvolt a zsidóságban is. Hogy mikor keletkezett, ez egy vitatott kérdés. Minden esetre az, hogy az egyik zsidó elképzelés a messiásról, hogy ez egy király, tehát egy hatalmi, politikai hatalommal rendelkező valaki, ez arra mutat, hogy ez valamikor a királykorban alakulhatott ki. Mások még későbbre tatálják, nem tudjuk, nem is ez a lényeges most. Az új szövetségi korra ez már kialakul, ez az elképzelés, hogy jön majd ez a szabadító. De ez nem csak a zsidóságban volt meg, hanem más népeknél is, hát pont utaltam az ókori keleti népekre, hanem a görögöknél is megvolt, hogy valaki majd olyan jön el, aki majd mit teremt elsősorban? Hát békét. Hát békét. Mert hiszen a görögöknél is ez folyt, az ókori keleten is ez folyt, a római birodalomban is ez folyt, a rabszolgafelkelések, a polgárháborúk. Békét vártak az emberek. És azt várták, hogy ez a messiás majd
ez a felkent, ez az isteni személy majd elhozza a békét. És hogy ezt hogy várták, erre vonatkozólag hadd olvassak föl egy kis érdekes szöveget. Amikor Démétriosz Poliorkétész, ez Antigonosznak, tehát Nagy Sándor egy hadvezérének a barátja volt, vagy fegyvertársa volt, felszabadítja 307-ben az aténieket, egy másik, ugyancsak makedón támogatás mellett élő, vagy levő, ugyancsak Démétriosznak nevezett uralkodótól, akkor úgy tisztelik, úgy fogadják, mint egy istent. Amikor leszáll a kocsijáról, az alászálló Démétriosznak a tiszteletére ott oltárt állítanak. Néhány év múlva azután az aténiek megint elpártolnak, Démétriosz megint meghódítja őket, és akkor még lelkesebben ünneplik, és itt olvasom ezt a szöveget, egy költeményben ünneplik őt. Démétér, a földistennő, és Démétriosz együtt. Ők, nekik szól ez a költemény. Íme Démétért és Démétrioszt elhozta a kellő pillanat, az alkalmas pillanat, a kairosz. Most van az a pillanat, amikor megjelenik az, akit várunk. És Démétrioszhoz fordulva így szól a vers tovább. Ó, hatalmas Poszeidón és Afrodité fia, üdvözlégy! A többi isten vagy nagyon messze van, vagy nincs fülük, vagy nincsenek is, vagy egy kicsit sem figyelnek ránk. Téged azonban, mint jelenlevőt látunk, nem fából, nem kőből, hanem valóságosan. Így hát hozzád esdünk, először is békét teremts, te igen kedves, hisz te úr vagy. Miről beszél ez a himnusz? Nekünk egy jelenlevő Isten kell. Ez az, ami a IV. Antiochosz nevében megjelenik, az Epifanész névben, a megjelenő istenség. Nem kőben, fában, hanem aki megjelenik itt közöttünk, a jelenlevő istenség. Ezt várjuk. Nem egyedül ez a himnusz beszél erről. Van egy kicsit anekdotikus eset, ami egy szicíliai Türannosznak az egyik udvaronca, ahelyett, hogy a nimfák szobra körül táncolt volna a Türannosz körül táncolt, azzal az indoklással, hogy ő élő istenség, ő benne lélek van, nem pedig szobor pusztán. Tehát az emberekben az, amit ugye szoktunk mondani, hogy kiábrándultság a régi istenekben. Igen, igen. De mi egy másik istent kell nekünk, valami másik isten kell, egy jelenlevő istenség, aki megjelenik a mi számunkra. És azután ezt minden uralkodó igyekszik kisajátítani a maga számára. Már csak egy rövid idézet Vespasianus császár Rómába való bevonulására, közben már folyik Jeruzsálem ostroma. Idézem a szöveget, mi kedves és barátságos mindenkihez. Amint meglátták szelíd tekintetét, barátságos arcát, újongó kiáltozással, Róma megmentőjének, szótérjának, jótevőjének és egyetlen méltó uralkodójának magasztalták. Hát az emberek mindig reménykedtek, mindig azt hitték, hogy most már jó, az előző nem sikerült, ez nem volt, ez hamis volt. De majd, aki most jön. Pedig volt egy másik vélemény is, most egy rabbi szövegét idézem. Ha egy test és vér király bevonul a városba, mindenki magasztalja. Hatalmas, pedig gyenge. Gazdag, pedig szegény. Bölcs, pedig bolond. Kegyelmes, pedig kegyetlen. És az embereknek mindig ezt kellett tapasztalni. Ezért aztán más mesiás után néztek. Különféle vallási hiedelmek, a napgyermek. A Vergilius 4. eklogája
amelynek ott is egy gyermekről van szó, akivel visszatér az aranykor, de ezt máig vitatkoznak a tudósok, hogy kit kell ezen érteni. Idézhetek egy másik szöveget is, a Sibylla könyvekből, ez egy jóslatgyűjtemény, hellenisztikus kori jóslatgyűjtemény, az első század, vagy az időszámítás forduló körül való részből idézek. Mikor minden ember számára eljön a dökhalál, és rettenetes ítélet tartja őket leigázva, mikor király király ellen támad, és országát elveszti, nép és népet pusztítja, és törzseket igáz le, akkor az Isten a napból küld le egy királyt, aki az egész földön megszünteti a gonosz háborút, akkor az Isten nagy örömet ad az embereknek, és a föld és fák és juhok végtelen nyájai igazi gyümölcsöt hoznak, bort és édesmézet és fehér tejet és búzát. És hát a zsidóságban is él ez a megváltás hit, a felkent, a messiás, messiah, a felkent, az uralkodó messiás, aki eljön és megszabadítja az ő népét. A felkent, ennek a görög fordítása a Krisztus. Görög. Csak ez a görögök számára nem jelentett semmit. Hát a zsidók számára jelentett ez valamit, persze a királyt is felkenték, a prófétát is felkenték, de a görögök számára nem jelentett. Ezért használják azután a zsidók értelmileg azonosítva a szótér szót itt. Mert hát a görögök számára úgy lehet megérteni, hogy kiről beszélünk mi. Hát ez a szótér, a Kyrios Krisztus, a felkent úr, aki alatt visszatér a boldogság és béke. Csak hát hogyan képzeljük el ezt a felkent urat, mint egy lángpallossal jövő, és a népeket leigázó és a zsidóságot majd hatalomhoz juttató királyt? Sokan így képzelték el, hiszen Jézus ezért hárítja el magától mindig a messiás címet, talán kétszer engedi meg, hogy ezt használják. Nem kérdezem meg most, hogy mikor, az egyik a samaritánus nővel való beszélgetés közben, a másik pedig, amikor az is a János evangélium elején van, amikor az egyik tanítvány azt mondja, hogy megtaláltuk a messiást. Egyébként ezt ő sosem használja. Mert igen, ő valóban szabadulást akar adni, valóban békét akar adni, de másképpen, mint ahogy az elődei, a messiást igénylő, szabadító, megváltó, felkent uralkodók. Fabin Tamás püspök úr az előadást felvezető áhítatában elmondta, hogy az előadás sorozat már harmadik éve fut, és továbbra is szeretettel és jobbnál jobb előadókkal várják az érdeklődőket.